Rendőrök, ügyészek, vámosok, politikusok. Az olajbizottságban tett vallomásában közülük többről is azt állította Sándor István, hogy segítették az olajbűnözőket. A vallomást nyilvánosságra hozták, az érintettek mindent cáfoltak. Sándor Istvánt október 28-án letartóztatták az ügyészségi nyomozóhivatal emberei. Az ellene folyó vizsgálat részletei titkosak. Ki ez az ember? Mit tud az alvilágról? Milyen kapcsolatai voltak vagy vannak az olajbűnözőkkel, a maffiával? Mi igaz a vallomásából, és mi igaz az ellenetett vallomásokból? Jó estét kívánok! A saját magát is bűnözőnek tartó Nógrádi Zsolt vallomása után néhány nappal ezelőtt egy újabb fontos vallomást hozott nyilvánosságra az Országgyűlés Olajbizottsága. Sándor Istvánét, azért a rendőrét, aki kollégái szerint is tényleg mindent tud az olajbűnözőkről, és természetesen a kapcsolataikról is. Sándor István jelenleg letartóztatásban van, az ügyészség több rendbeli hivatali visszaéléssel gyanúsítja. A rendőrségen már évek óta figyelték a Papa becenéven ismert főnyomozót, mert úgy látták, hogy nem csak az igazságszolgáltatás érdekében kamatoztatja alvilági kapcsolatait. A legvadabb állítások szerint Sándor István a hazai maffia egyik vezéralakja volt. A szervezett bűnözés, mint azt mindjárt látni fogják, 10 éve lépéselőnyben van a rendőrség előtt. A szervezett bűnözés gyökerei a rendőrség szerint még a 80-as évek közepére nyúlnak vissza. Az előprivatizációban több, korábban meggazdagodott bűnöző tett szert legális vagyonra. A jelentősebbek később már nem piszkítják be a kezüket, veszélyes munkát másokkal végeztetnek el. Ők maguk semmilyen konkrét bűncselekményt nem követtek el, csak vezették ezeket az egységeket. A rendszerváltással együtt a rendőrség is átalakul. Megszűnik a gazdaságvédelmi alosztály, összeomlik a rendőrség titkos informátor hálózata. A megerősödött bűnöző csoportok pedig befektetéseket keresnek. 1993-tól 96-ig az olajban találják meg a legjobb lehetőségeket. 10 milliárdokat halmoznak föl az állam kárára. Miután elzárják az olajcsapokat, új terepet keresnek pénzüknek. Megkezdődik a fővárosi szórakozóhelyek felosztása. A piac azonban már telített. Robbantások, leszámolások döntik el, ki az úr a magyar éjszakában. 1996 a banda háborúk éve lesz. Júliusban Budapesten felrobbantanak egy olyan Mercedes-t, amelyből akkoriban három az éjszakai élet nevezetesebb szereplőinek tulajdonában van. A merénylet azonban célt éveszt, ugyanis egy vallomás szerint Tasnári Péter hasonló autóját akarták felrobbantani. Egy autókereskedő cég bízott meg valakit ezzel. 3 hónappal később ugyanennek az autóforgalmazó vállalkozásnak, a Kontikának a telephelyén tör ki halálos jögű verekedés. November 1-én lelövik Prisztás Józsefet. Az év hátralévő részében még 16 robbantásos merényletet követnek el. A tettesek ismeretlenek. A legerőszakosabb konkurenciaharc 1998-ig 3 bűnözői csoport között zajlik. Akkoriban Budapesten él Szemjo Mogiljevics, akit az amerikai szövetségi rendőrség, az FBI, az orosz maffia fejének tart. Tonhauser László az olajbizottság előtti beszámolójában azt mondta, ő lett volna a legboldogabb, ha Mogiljevicset törvényes eszközökkel rács mögé dughatja. Nem sikerült. Szeva bácsi annyira magabiztos, hogy eljutatja Tonhausernek a saját magáról szóló KGB-s anyagokat. Ekkora pofátlanságot életemben nem tudtam elképzelni. Ekkor kezdtem igazán komolyan venni Mogiljevics úr személyét, és rájöttem arra, hogy egy rendkívül kemény ellenfél. Szemjon Mogiljevics ma már nincs Magyarországon. Kiszorítását a rendőrség jelentős sikerként könyveli el. A Józsefvárosi kínai piacot őrző egyik keresztapának tartott Tasnári Péter, és köre szintén többször hívja föl magára a hatóságok figyelmét. A piac őrzése jó üzletnek számít. Pintér Sándor volt cége, a Preventive Security RT is pályázott a területre. Tasnári Péter jelenleg előzetes letartóztatásban van. Ő az első, akit a maffia törvény alapján bűnszövetkezet létrehozásával és irányításával gyanúsítanak. Az egyetlen lefejezetlen csoport, amelyet a robbantásos merényletek hátterében sejtenek, csupán egyszer állt bíróság előtt. A vállalkozás tagjait egyébként a rendőrség, valamint Sándor István is szoros megfigyelés alatt tartotta. Bizonyítékokat mégsem tudtak szerezni ellenük. Mára ez a csoport a legerősebb. Az egyik legkeményebben szervezett, legveszedelmesebb és legsikeresebb a bűnözés gyakorlását, illetve az egyik legsikeresebb társaság volt a úgynevezett kontikárosok.
Az 1998-as választások előtt több politikai indítatású merénylet történt akkori ellenzéki vezető, illetve pártház ellen. Ezeknek az elkövetője sincs rendőrkézen. Az utolsó nagy merényletet éppen az Orbán kormány megalakulása napján követték el. Az elmúlt két évben alapvetően átalakult a szervezett bűnözés Magyarországon. Ahogy a idő előre halad, azt lehet látni, hogy egy bizonyos koncentráció jött létre. Bizonyos csoportok egybeolvadásával gyakorlatilag én azt mondanám, hogy egy komoly úgynevezett nagyvállalat, holding, részvénytársaság jött létre, ami ugyan alapjaiban tartalmazza a régi csoportok magját, de tulajdonképpen egy egységes irányítás mellett én azt mondanám, hogy egy jelentős erőt képvisel. Az illegálisan szerzett vagyont a bűnözők később teljesen civil, törvényes üzletekbe fektették. Vagyonvédelmi, vendéglátóipari és könnyűipari vállalkozásokat hoztak létre. A régen sokkal veszélyesebb és semmi esetre sem törvényes iparban vállalkozó tulajdonosoknak az évek haladtával egyre kevésbé kell attól tartaniuk, hogy múltjukat bárki is számon kéri rajtuk. Sándor Istvánt október 28-án vették őrizetbe házában több évig tartó titkos nyomozás után. Éppen a titkos eljárás miatt azt sem hozzák nyilvánosságra, hogy mivel gyanúsítják a volt főnyomozót. Az egyik ügyről azonban sikerült bővebb információkhoz jutnunk. Sándor Istvánt gödöllői családi házukban vették őrizetbe az ügyészségi nyomozóhivatal emberei október végén kora reggel. Felesége és gyerekei meglepődve figyelték, hogy mi történik. Rabák Éva a letartóztatás óta csak egyszer látta a férjét, aki szerinte semmit sem követett el. Rabák Éva szerint elég ránézni a házukra és autóikra. Ebből kiderülhet, hogy a férje nem kapott milliókat az alvilágtól. Sándor István felesége tisztában volt azzal, hogy a férje kikkel áll kapcsolatban. Azt tudtam, hogy bűnözők között mozog, hogy ez a munkája, hogy felderítő tevékenységet végezzen, de azt, hogy konkrétan milyen bűnözői csoportokból kerülnek ki az informátorai, azt én így nem tudtam, ezt nem is akarta velem nyilván közölni. Szóval a saját érdekünkben sem, mert erről nekünk nem akarta, hogy ezt mi tudjuk. Sándor István a Központi Bűnüldözési Igazgatóság főnyomozójaként az olajbűnözéssel kapcsolatos leszámolások ügyében vizsgálódott. Vallomásából kiderül, hogy szerinte a leszámolásos ügyek hátterében az olajosok állnak. Sándor István egy magyar csoport nyakába varja a merényleteket. Ez a csoport a volt főnyomozó szerint különleges rendőri elbánásban részesült. Sándor István felderítőként alvilági informátori hálózatot alakított ki. Bűnözők szállítottak információkat bűnözőkről és bűncselekményekről. Alvilági kapcsolatai volt főnöke szerint sok hasznot hoztak a rendőrségnek. Kisernő olajbizottsági meghallgatásán azt mondta, vannak ügyek, amiket Sándor nélkül nem tudtak volna felderíteni. Sándor úr a büntető eljárások vizsgálatában nem folyt be. Sándor úr, anélkül, hogy az államtitokkör belemennék, azt elmondhatom, hogy olyan felderítő tevékenységet végzett, amely a titkos információgyűjtés körébe tartozik. Sándor István feladata volt, hogy tartsa a kapcsolatot az Aranykéz utcában felrobbantott Boros Tamással. Erről így beszél olajbizottsági vallomásában. Nekem Boros és az ő személye szükséges rossz volt. Nem téglának nevezném, hanem azt a lehetőséget választotta, hogy a rendőrségnek ad információkat cserébe azért, hogy őt megvédjék. Boros Tamás többször vallott rendőri vezetők és politikusok ellen a rendőrségen. A Boros kazettára felvett tények 75%-át valósnak tartom. Ami nagyon sok embernek sérti az önérzetét, ugyanis több szeméről szó esik ebbe a kazettába. Sándor Istvánt október 28-án vették őrizetbe, több évig tartó titkos nyomozás után. Vesztét a gyanúsítás szerint éppen a alvilági kapcsolatai és információi okozták. Az ügyészség gyanúja szerint Sándor István időnként sajátosan bánta máskor oly fontos, alvilágból származó információival. A nyomozás adatai titkosak, egy ügyről azonban vannak konkrét információink. Sándor István személyes jó viszonyban volt egy Pálocska János nevű férfival, akit a rendőrség az ukrán alvilági csoportokkal hoz összefüggésbe. Pálocska a rendőrség feltételezései szerint felbújtónként közreműködött egy később felrobbantott vállalkozó kirablásában. Az ügyészség gyanúja szerint Sándor István befolyásolta a nyomozást ismerőse javára.
Pálocska védője szerint ügyfelét azért vitték be, hogy Sándor Istvánt kivonhassák a forgalomból. Vélhetően valamiféleképpen valami terhelő vallomást kellene tenni az én védencemnek Sándor István ellen, egy ilyen fajta kép bontakozik ki, és igazából ez van az ő előzetes letartóztatása mögött. Sándor István felesége is ismeri a szintén gödöllői Pálocskát. Szerinte férje megpróbálta Pálocska Jánost jó útra téríteni. Az útját úgy próbált egyengetni, hogy ebből a zűrös világból kicsit próbáljon jobb útra térni, és ő próbálja az eszét arra használni, amire célszerű használni. Tehát próbálja maga körül egy normálisabb életet teremteni. Gondolom, hogy szimpatikus volt számára, lehet, hogy információkat is adott neki, hiszen ez a zűrös életvitel, gondolom, erre is utalni enged, hogy olyan körökben mozoghatott, ezt konkrétan nem tudom. Tehát ő így került vele kapcsolatba. Sándor István letartóztatása az ügyészség szerint megalapozott. A volt főnyomozó ellen számos bűnöző tett terhelő vallomást. Rendőrök, ügyészek, politikusok, vámosok, közülük többről is azt állította Sándor István, hogy segítettek az olajbűnözőknek. Vádak és táfolatok a reklám után az aktákban. Ostoba hazugság. Ha igaz lenne, bolondok házába kerültem volna. Ezt mondják az érintettek Sándor vallomására. A reakciók most az aktákban. Rendőrök, ügyészek, vámosok, politikusok. Az olajbizottságban tett vallomásában közülük többről is azt állította Sándor István, hogy segítették az olajbűnözőket. A vallomást nyilvánosságra hozták. Az érintettek mindent cáfoltak. Sándor vallomása ugyanis bizonyítékok nélkül egyelőre csak vádaskodás marad. Horváth András volt Pest megyei főkapitány helyettest. Sándor István szerint azért tiltották ki a rendőrségről, mert kapcsolatot tartott a Kontikár csoporttal. Ezt szerinte a Kontikár Margit-szigeti irodájában rögzített beszélgetések bizonyítják. Az élet úgy, hogy én valóban elég sok mindent tudtam a kontikárosokról, nevezzük most már így őket, de úgy hozta az élet, hogy soha az életemben nem találkoztam velük, hiszen az egyik dolog nem feltétel a másiknak. Tehát én se a Radnai, se a Csüllög urakkal soha az életemben nem találkoztam, és még ráadásul úgy hozta az élet, hogy a Margit-szigeti termálszálloba se jártam soha az életemben, tehát amit a Sándor úr állít, hogy ott rendőrségi technikai felvétel készült a mi találkozónkra, az képtelen ostoba hazugság. Sándor István szerint a Fidesz nevében fenyegette meg őt és a rendőrséget Tóth Béla vállalkozó, egy 1 milliárd forintos olajügy egyik gyanúsítottja. Róla Sándor István korábban név nélkül beszélt az RTL klubnak. Elérkezett a 98-as kormányváltás, akkor névre szólóan X urak, a hatalom közvetlen közelébe X urak közölték, hogy ha hatalomra kerülnek, ellesztek taposva. Tóth Béla állítása szerint egyszer 5 percre találkozott Sándor Istvánnal, és akkor is csak egy tanú meghallgatás időpontját egyeztették. Tessék végig gondolni, hogy ez 1997. augusztusa volt. Ekkor a 72%-os kormánytöbbségű MSZP-SZDSZ kormány volt hatalmon. Ha én a Fidesz-szel akkor megfenyegetek valakit, ugye akkor engem elvisztek a bolondok házába. Hát ugye annak elég kicsi valószínűsége volt, hogy az azt követő időszakban a Fidesz választásokat nyer. Csintalan Sándor neve nap mint nap felmerült olajos körökben, állította Sándor István. A szocialista politikus tudott arról, hogy olajosok rendszeresen rá és az MSZP-re hivatkozva kérnek engedményeket a hatóságoknál. Nekünk már akkor volt egy megállapodásunk a Vihalmis Pénzügyi Őrség Országos Parancsnokságával, hogyha valami ilyesmi történik, akkor kérdezzenek meg minket, beszéljük meg, és ennek alapján mi megtettük a feljelentést, mert hogy mi se olajos pénzből, se adófizetők pénzéből nem akartunk nyerészkedni a párt számára. A politikusokra való hivatkozás bevett szokásnak tűnt a bűnözői körökben. Az Aranykéz utcában felrobbantott Boros Tamás gyakran a korábbi miniszterelnök Boros Péter fiaként mutatkozott be. Bizonyítékot azonban eddig senki sem szolgáltatott arról, hogy egy-egy ügyben a politika közvetlen segítséget nyújtott volna az olajosoknak. Sándor István ügyeit évek óta figyelik a rendőrök, és egy éve az ügyészség is nyomoz ellene. Letartóztatását megkönnyítette, hogy az elmúlt hónapokban többen tettek terhelő vallomást Sándor István ellen.
A volt főnyomozó azt állítja, lejárató kampányt kezdtek ellene azok, akiket ő juttatott Rács mögé. Sándor Istvánra a Központi Bűnüldözési Igazgatóság egykori főtisztjére az elmúlt egy év alatt több tanú is terhelő vallomást tett. A tanúk egy része ellen folyt, vagy jelenleg is folyik eljárás, amelyben korábban Sándor István is részt vett. A vallomások egybehangzóan arra irányulnak, hogy a Papa Bece nevű operatív tiszt, vagyis Sándor István nem csak rendőrként állt kapcsolatban alvilági személyekkel. Az ügyességi nyomozóhivatal a terhelő vallomásokat folyamatosan ellenőrzi, de azt nem tudni, hogy ez a vizsgálat közrejátszott-e Sándor István két héttel ezelőtti őrizetbevételében. Az első Sándor István elleni vallomásokat az Aranykéz utcában felrobbantott vállalkozó Boros Tamás emberei tették. Egy kapcsolatáról tökéletesen biztosan tudok, és ez a Papa nevű magasrangú, rendfokozatú, beosztású rendőr, aki egészen biztos, hogy az ő kapcsolata volt. Egy olyan volt, amikor, ahogy szokták mondani, az állunk leesett, amikor Tamásnak az irodájába érkezett egy általunk sosem látott fiatalember. Az említett úr, ez egy kábítószer díler volt. Megkérte a Tamást, hogy intézze el neki ezt az ügyet. Egy régi ügyét, és ekkor a Tamás ott az irodába fölhívta a Papát, és a fülünk hallatára mondta azt neki, hogy itt ül velem szemben egy kábítószer díler, és mindjárt mondom a nevét, és kérlek, hogy ezt intézzétek el neki, mert hajlandó lenne nekünk segíteni. Mások szerint Papa, azaz Sándor István a felrobbantott Boros Tamással együtt több embert megzsarolt. Arra kényszerítették őket, hogy hamis vallomásokat tegyenek az Energo, illetve a Kontikár vezetőire. Lakatos András Bece nevén Kisbandika korábban már beszélt Papa és az orosz bűnözőkkel kapcsolatban álló magyarokról. Kisbandika mindezt még Miami szövetségi börtönében nyilatkozta stábunknak. Az ország eljutott ördögi szintig, hogy most választ elé állítják az embereket. Két választás van, vagy fizetni fognak, vagy példát fognak statuálni. A Boros volt a legelső között, aki nyilvánosan volt rendőrségi besúgó. Szinte bármit megtehettek, elmentek vidékre, akár pénzt kaszírozni. Szerintem legalábbis az ő elmondás alapján volt, ami a rendőrség tudtával ment el, ugye, hogy ő neki ez jár, és neki ezt meg kell kapni. Ebből sem volt semmi probléma. Tehát én úgy gondolom, hogy nem csak mesélt, hanem komoly szinten volt kapcsolatban ezekkel a rendőrökkel. Ha jól emlékszem, Sándor István mondta, Sándor István, akárkit, aki a valamelyik főcsoportnál volt, Dietmar Klodó, aki a Pilisszentlászlói bombagyár miatt bíróság előtt áll, a tárgyaláson szintén Sándor István ellen vallott, szerinte egy Stecura nevű ukránnal együtt zsarolta őket a volt főnyomozó. Ezt az egész koncepciós ügyet Sándor István és Leonyi Stecura tervelte ki ellenünk. Kötelességet menetközve, hogy ennek tudatában így nagyobb a súlya az önállal elmondottaknak, tehát tisztában van azzal, hogy ez hamisván tenni. Sándor István ellen szólt az is, hogy lánya közös vállalkozást indított Pálocska Jánossal, aki érdekes módon az ukrán Leonid Stecura üzlettársa volt, akárcsak Boros Tamás. Sándor István úgy véli, hogy előre kitervelt lejárató kampány hadjárat indult ellene. Ezek az ügyekben teljes egészében magamra hagytak. Valójában nem csak, hogy magamra hagytak, olyan szintbe állítanak be, mintha jelentem volna ennek az egész ügynek az alfája, meg az omegája, és tőlem függött volna ez a történet, mert lettek olajos ügyek, lettek robbantásos ügyek, meg lettek egyéb ügyek. Ez volt az Akták, viszontlátásra!